Trendidők. A holnap hírei ma. Jó napot kívánok, Kumin Viktória vagyok, kezdődik a Trendidők. Vezető témánk a számítástechnika, robotika, a riporter Kálmán Alida. Halljuk, miről lesz szó. Újabb robotok születnek, magyar ifjúsági robotkupa 14-szer is. Azért, hogy a japán és kínai, meg a szingapúri gyerekek által készített robotokkal fel tudjuk venni a versenyt, nagyon nagy erőfeszítésre van szükség, anyagilag is, meg szellemileg is. Rengeteg fiatal szereti és tanulja a számítástechnikát, mégis több ezer informatikus hiányzik Magyarországon. Nincs is olyan munkahely, ahol nem kell az informatikus, hiszen üzleti problémákat, könyvelést, vagy adatbázis kezelést, vagy akár váltirányítási, termésirányítási rendszereket kell megoldani. Digitális bölcsészet, irodalom és számítástechnika. Ma már kompetens bölcsész számítógép nélkül nem tud meglenni, és azt gondolom, hogy minden informatikus cégnek, minden informatikus projektnek szüksége van a bölcsész szemléletmódra is. Trendidők. Februárban és márciusban rendezik meg immár 14-szer a Magyar Ifjúsági Robot Kupát. A megmérettetésről Simon Béláné, dr. Balog Ágnest, a Nyíregyházi Egyetem Robot Intelligencia diákkörének vezetőjét, a RoboCup Junior nemzeti képviselőjét hallják, aki nem mellesleg a személyével rácáfol az előítéletekre, miszerint a nők és a 65 év felettiek nem tudnak hozzászólni a 21. század technikájához. Érezni szokta ezt a mindennapokban, ezt az előítéletet? Igen, szoktam érezni, valóban. Több évtizede az informatikával foglalkozom, és sokszor voltam konferenciákon, férfiak körében, és tágzanyított szemmel néztek rám, hogy hogy kerül ez ide. De engem nagyon érdekel az informatika, és szívvel lélekkel csinálom. Most pedig már a robotikánál tart, de mit jelent az, hogy robotika? A robotfejlesztést is beleértjük, de a mögötte lévő tudományt, ami a gépi intelligenciát jelenti, beleértve a mesterséges intelligenciát, a különböző algoritmusai, tehát komoly matematikai tudomány van a robotikában. Gondolom, ezt csak így nekem kellett elmagyarázni, a mai gyerekeknek már nem kell. Természetes a gyerekek számára már, hogy ők a robotika szakkörre járnak, ők robotikával foglalkoznak, tehát ők ebben a világban élnek. Ha teremtünk lehetőséget számukra, hogy saját maguk is építsenek robotokat, hát azt szeretik a legjobban. És ők követelik már azt, hogy az iskolában is kapjon teret ez a robotika tárgy. Rendszeresen vannak robotika versenyek, itthon is, a világban is, és egész jól állunk. Többféle verseny van Magyarországon, de a világban is. A Neumann Társaságnak köszönhető, hogy részt tudunk venni világversenyeken, európai versenyeken. FLL verseny van, van a VRO verseny, a RoboCup verseny, amit itt Magyarországon 2007-ben indítottunk el, és most az idén már a 14. versenyt fogjuk megszervezni. Ez egy kvalifikációs verseny. A robotokat itthon el lehet készíteni, fel lehet készülni, egy év van rá. Az a lényeg, hogy minden évben ugyanazok a feladatok. Van a foci, van a mentési feladatokat végző robot, van a színházi jeleneteket előadó robotok. A technológiai fejlettséget fogják értékelni, hogy az új technológiát mennyire tudja alkalmazni. Ott már autonóm módon kell a robotnak versenyezni, és hát azért, hogy a japán és kínai, meg a szingapúri gyerekek által készített robotokkal fel tudjuk venni a versenyt. Nagyon nagy erőfeszítésre van szükség, anyagilag is, meg szellemileg is. Ugye robotokkal foglalkozik már nagyon régóta. Van valamilyen álma ezzel kapcsolatban? Ma már a vállalkozások is ráébrednek arra, hogy a robotok alkalmazása mennyire hasznos a munkaterületükön. A mindennapi életünknek a része lesz a robotokkal való együttélés. Ezért lenne fontos, hogy már az iskolában a gyerekek megismerkedjenek a robotok alkalmazásának a lehetőségével. Az álmom megegyezik azoknak a tudósoknak az álmával, akik célul tűzték ki, hogy 2050-ben humanoid futballista csapat az akkori FIFA bajnok csapatot ki fogja hívni szabadtéri pályán mérkőzést, és le fogja győzni. Hát ezért dolgozom én, hogy abban a válogatottban legyen egy magyar robotfutballista. Trendidők.
Amint az előbbi riportunkból is kiderült, nagyon sok fiatalt foglalkoztat a számítástechnika, számosan már kifejezetten erre szakosodnak, mégis Magyarországon komoly hiány van informatikusokból. Jelenleg körülbelül 20-22 ezer állás van betöltetlenül. Hogy ennek mi az oka és milyen következményei lehetnek, arról Szalai Imre, a Neumann Társaság ügyvezető igazgatója beszél. Ennek sok oka van. Egyetemi emberek azt szokták mondani, hogy kevesen is jelentkeznek, de nagyon nagy hatás van a lemorzsolódásnak. Egyik az, hogy első év után, második év után dolgozni kezdenek informatikusként a hallgatók. A másik, hogy nem ilyen lovat akartam, hiszen nem egészen pontosan tudták, hogy mit választanak. Informatikus szakmában ugye komoly gondolkodási, logikai, matematikai képzés is van. Az előbb azt mondta, hogy nem ilyen lovat akarnak, akik lemorzsolódnak. Ez azt jelenti, hogy a fiatalok nem is nagyon tudják, hogy gyakorlatilag mit jelent az, hogy informatikus. Ez is benne van. Az, hogy informatika, ugye az is egy önálló szakmává vált. Az üzemeltetési mérnöktől kezdve az adatbázis szakértőig, a különböző alkalmazási rendszereknek a szakértőig, operációs rendszer programozóig. Tehát nagyon széles kör van igazából, akit informatikusnak mondjuk. Nálunk meg egy kicsit így össze is mosódnak már a munkahelyeken is az informatikus szakmák is, és az informatika határterületnek a szakmá is. Tehát hiányoznak azok, akik át tudják fordítani az üzleti problémát informatikai problémába, hiszen azt tudja informatikus megoldani, vagy hiányoznak ilyen informatikai projektmenedzserek, akik értenek az informatikához, és be tudják hajtani a zseni programozókon a feladatokat határidőre és megfelelő keretek között. Gondolom ez azt is jelenti egyben, hogy nem csak magának az informatikának van rengeteg ága, hanem a már a munkavilágában is rengeteg helyen kellenek az informatikusok. Hát egyébként én szerintem nincs is olyan munkahely, ahol nem kell az informatikus, hiszen üzleti problémákat, könyvelést, vagy adatbázis kezelést, vagy akár váltirányítási, termésirányítási rendszereket kell megoldani. Magyarországon egy vidéki gazdaságban is vezető munkának jó része informatika, hiszen drónon vizsgálja azt, hogy áll a termés, kell öntözni, hogy áll a vetőmag megrendelés, hogy áll a permetezés. Ugye sokat beszélnek arról is, hogy ez az új XYZ generáció már egy kicsit másképpen viszonyul a munkához. Igen, egyébként ezt mondják a munkaadók, hogy ha úgy érzi, hogy ez a fajta elkötelezett munka, ami azt jelenti, hogy végül is nem biztos, hogy csak 8 órán keresztül lehet elvégezni, ha ez úgy nem illik bele az ő életstílusába, akkor sokkal könnyebben odébb megy, akár másik vállalathoz, akár másik szakmához is. A farmácia dologba, hogy egy jobb életérzés, egy szabadabb kommunikáció, állandó online levés, ezt az informatika hozta létre, és ez egy olyan érzés is teremt, hogy ez az igazi élet, és nem pedig az, hogy a munkahelyen elmélyülten dolgozni. Ez a hiányzó 20 ezer informatikus Magyarországon vajon milyen problémát okozhat? Hogy az országban nincs elég informatikus, szerintem hosszú távon mindenképpen problémát okoz, hiszen látjuk azt, hogy a robotizáció, a mesterséges intelligencia az egyre inkább beépül, nem csak a munkahelyre, a hétköznapokba, ezeknek az előkészítése, üzemeltetése, és az, hogy jó irányba menjenek ezek a dolgok, ez informatikus kell. Az új NAT-ba is bele van írva a digitális kompetencia fejlesztés, mi is itt a Neumann Társaságban próbálunk a digitális kompetencián dolgozni. A nők bevonása, ugye a gyeselevi anyukákat lehetne képezni informatikusnak. Sok kezdeményezés van, kérdés, hogy mikor fog átütni, mert biztos, hogy enélkül nem lesz sikeres Magyarország. Trendidők. A magyar fejlesztők a számítógép és az internet világában sok területen az élen járnak a kezdetektől. Így például magyarok publikáltak először a világhálón kritikai szövegkiadást. Ez a történelmi esemény alapjaiban változtatta meg a bölcsészet és az irodalom fejlődését. De nem csak új utakat nyitott meg, hanem egy új szakmát is teremtett, a digitális bölcsészetet. Erről mesél Képes Gábor, a Neumann Társaság főmunkatársa. A világ első internetes szövegkritikai kiadását magyarok publikálták. Képes Gábor pedig ennek a dolognak köszönheti azt, hogy bölcsészből tulajdonképpen informatikus lett, vagy bölcsész informatikus, ami egy teljesen új szakma. Igen, hát bölcsészettudományi informatikus. Valóban végeztem egy ilyen programot az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karán, és ott az én mesterem, tanárom Horváth Iván professzor úr volt, aki ennek a nevezetes világ első internetes kritikai szövegkiadásának volt az alkotója. Úgy hívták ezt a kiadást, hogy BBOM, azaz Balassi Bálint összes művei. És ez a hatás, hogy a régi magyar irodalommal foglalkozó irodalomtörténészek élen járnak a bölcsészettudományi informatikus, vagy ma már inkább úgy mondják, hogy a digitális bölcsészetben, ez azóta is érzékelhető, és ebben oroszlán része volt Horváth Iván professzor úrnak. A BBOM, tehát a Balassi Bálint összes művei 1998-ra készült el, de egyébként a nulladik verziója az már 1993-ban
2013-ban elkészült, tehát tulajdonképpen amióta van szinte világháló elérhetően Magyarországon, azóta Horváth Iván foglalkozott bölcsészettudományi informatikával, de irodalomtudományi informatikával már korábban is elkezdett foglalkozni, ugyanis a másik nagyon nevezetes alkotása ebben a témakörben az az úgynevezett RPHA, ami annak a rövidítése, hogy Repertoire de la Poésie Hongroise Ancienne. Ez azt jelenti, hogy a régi magyar vers adatbázisa. Ezt ő 1976 és 92 között készítette el. Eredetileg az első verziót még egy úgynevezett perem jogkártyás válogatóval készítette, ami egy keletnémet gyártású plexi dobozka volt, amiben lyukkártyákat rakott be, és úgy tudott válogatni közöttük, hogy kötőtőket szúrt be a megfelelő helyekre, és hogyha megrázta ezt a dobozt, akkor a nem odavalóak azok kipotyogtak belőle, ami pedig a kérdésnek megfelelt, az fölmaradt a dobozban. Tehát ilyen kezdetlegesen kezdődött az irodalomtudományi informatika. Térjünk egy kicsit vissza azért erre az igen érdekes szövegkritikai kiadásra. Mi az, hogy szövegkritikai kiadás? Szerzői kéziratokból, illetve az első megjelent szövegváltozatokból kísérel meg egy kritikai szövegkiadás rekonstruálni egy életművet. Ez mielőtt nyitotta meg az utat? Internetes kritikai szövegkiadás az megteheti azt, hogy egymás mellé helyezi az azonos rangúnak tűnő eseteket, akár a véletlenszerű olvasás lehetőségét is biztosítva. A fejlődés az valóban afelé mutatott, hogy az internet az egy ideális terepe lesz annak, hogy sokan hozzáférjenek az irodalmi alkotásokhoz, és új módon mutathassuk meg azokat. A források kezelésének egész új módszerét tárja föl. Nagyon bonyolult rendszert néhány kattintással elérhetővé tud tenni. Nagyon sok forrás, háttéradatot egyszerre vagy párhuzamosan meg tud jelentetni. Van-e irodalom ma már számítástechnika nélkül, és van-e számítástechnika irodalom nélkül? Hát én azt gondolom, hogy nincs. Ma már kompetens bölcsész számítógép nélkül nem tud meglenni, és azt gondolom, hogy minden informatikus cégnek, minden informatikus projektnek szüksége van a bölcsész szemléletmódra is. Trendidők.